Na csáó, sziasztok! Nincsen cirókamarók, a folytatom az előző videót. Ugye szétbontottam, hogy két részbe tudjad megnézni. Gyerünk! Na és akkor az utolsó pont, ami lehet, hogy nekem egy kicsit hosszabb lesz, de szerintem ebből lehet a legtöbbet a Tartalmas életbiztosítás. Már <laughs> a neve is jó hangzik. Na mindegy, menjünk bele egy kicsit matek alapon, és akkor itt rögtön az elején vegyük akkor ide. Mi ez, hogy várható érték? Ugye, aki pókerezik, rögtön ezzel kezdik, de aki nem, annak is érdemes megtanulni, mert az élet minden területén ez gyakorlatilag alkalmazható, mármint ott, ahol egy kicsit lehet számolni. Szóval nagyon leegyszerűsítve a várható érték azt jelenti, hogy van egy esemény, ami hát most megint leegyszerűsítjük, vagy megtörténik, vagy nem, euh, akkor mind a két értékhez, mind a két esethez kiszámolod, hogy mennyi a várható értéked, és megnézed, hogy egymáshoz képes milyen arányban van, vagy hogyha pozitív-negatív, akkor a kettőt egymáshoz kivonod, összeadod, mindegy, és hogy nulla fölé vagy alá jön neki. Na, no, közben még a szikláról is lerögtek. Na, <laughs> ide se lehet férni. Na, szóval az egyszerű példa vegyük, mert úgyis életbiztosításról van szó, és akkor itt is az elején exkluzálnom kell magam, hogy ugye hát halál esetről van szó, és akkor próbálom a szót is kerülni, meg a témát is kerülni, mert nyilván ez egy nagyon szomorú dolog, majd a lelki részébe is belemegyünk, hogy miért nem ér egyébként. Amit én mondtam a videóba, az nem csak ott tartós kockázat életbiztosításám rokkantságra is szól, de mindegy, menjünk semmit az ilyen biztosítás, de és akkor próbálok ezen kívül fogalmazni, tehát nulla vagy egy, tehát vagy megtörténik az esemény, vagy nem. Tényleg? Kettő nem lehet? Meghalsz, de felélesztenek? <coughs> tehát nyilván, nyilván, ugye szoktam vicces, viccelődni az ügyfelekkel, hogy, hogy ugye baleset azért többször érhet az életben, meghalni alapvetően egyszer fogsz. Tehát igen, tehát megfejtettük a halálnak a valószínűségét, igen egy. Tehát, hogy van, van esélyedre, hogy meghalsz, az élet az van, hogy úgy sem úszod meg megélve, itt a kérdés az, hogy ez mikor következik be, és miért. És a hatalmas díl, amit csak most lehet megkötni, meg mindenféle kedvezményekkel, meg együtt, meg stb. Ez arról szól. A hatalmas díl, amit így Balázs az, az az volt, az a pusztatény, hogy a kockázati életbiztosítás, meg minden ilyen biztosításnál biztosít azt szereti, hogyha minél fiatalabb vagy, minél egészségesebb. Gyakorlatilag naptár évre néz az életkorodat, és hogyha ú, így történt az például ügyfelemmel, akinek decemberben kalkuláltam, kijött x összeg, de nem kötötte meg, januárban szólt hogy kössük meg, 11%-kal volt magasabb a díja. Eltelt két hét. Mert a biztosítónál ez átlépett egy nagyobb kategóriába. Tehát ez a deal, azért szóltam erről ebbe a videóba, mert ennyit lehetett volna, és ez nem egy évbe tartósan, mert ugye tartós elbiztosításnak az a lényeg, hogy még 20-30 évre megkötött, és minden évben ugyanannyi a díja. Tehát magyarul azt mondjuk, hogy 10%-kal. Kevesebb vagy több, mondjuk ez esetünkben egy 20 ezeres tétel volt mondjuk évente. Ha ezt 30 évre kötötte, ugye évente 20 ezer, 10 év alatt 200, 30, 600 fontos spóroltam. Persze jelen érték meg atya-gatya, de azért csak azért, hogy két hét előbb valamit, én nekem ez egy jó figyelemfelhívásnak tűnik, vagy legalábbis egy, egy korrekt jelzésnek az, azoknak, akik ebbe gondolkodnak de hogyha ebből már kihozzuk azt, hogy még ez is csak a üzletszerzés, és nem korrekt az, tehát még itt is én vagyok a, a, a főgonosz, miközben igazából ez az egy ennek például a példában 600 ezeret tudtam a spórolni, csak ezen az egy tényen, akkor, akkor nagyon sajnálom, tényleg nagyon sajnálom. Hogy 20 év, évente 200 ezer forintos, uh, mi az, díja, uh, tehát az összesen négy... A évi 200 fontos díja az nem emlékszem pontosan, de kb. ott egy ilyen 45%-os kedvezményt volt a másik díj, amit bele tudtam tenni, ezt én most is tudom, érdekeltünk kalkulálni e-mail alul, ez azt jelenti, hogy nagyjából egy ilyen 300 350 font lett volna ennek a példaszámításnak az éves díja tartósan, mondjuk akkor egyben az 20 év alatt, és akkor ebből lett 200 valahány ezer. Magyarul mondjuk barátok közt is poroltunk kb. 100 ezer forintot évente az ügyfélnek, 10 év alatt 1 millió, 20 év alatt 2 millió fontos poroltam azzal a nagy dillel, hogy 45 ot tudtam beletenni valamibe, amire az ügyfél úgy gondolja, hogy neki szüksége van. Tehát ha, akkor ezzel a, ebben a példában már ezzel a kettő dologgal 2,4 milliót tettem. hogy most le, lehoztam 20 évre a, a havi 20 ezeres különbözetet azzal, hogy decemberbe kötöttem meg. Nagyon, nagyon szemét vagyok te, Jézus Mária. 2,4 milliót tettem a zsebedbe. Forint, hogyha simán az, és ugye ez fixen, és ha megtörténik az esemény, ugye akkor úgy fogalmaztam, akkor viszont kapsz 60 millió forintot. Na, akkor vegyük a várható értékszámítást, ugye megtörténik, nem történik. Az egyik esetben mindenképpen kifizetsz 4 millió forintot, tehát ez van az egyik oldalon, illetve ott van a végén, és visszakapsz belőle, mit tudom én értem, akkor 3 millió forintot kapsz vissza. A másik esetben, ugye, amikor megtörténik az esemény, akkor azt kell megtippelni, hogy mennyi az esélye annak, hogy az az esemény megvalósulna. Ez kellett egy kicsit googliznom, de egyébként te is tippeld meg. Tehát ugye a példában arról volt szó. Tippelhetek? Meghalsz. Szóval mielőtt ezt a rakat fekáliát hallgatjuk tovább. Engem azért húz fel ez, ez, tehát ez nagyon mélységesen felháborít a csávó. Az a gondolat, amit ő kisugároz a netre, és aztán megerősítik egymás fasságában a követőivel. És a nap végén kijön egy akkora szarhalmaz, hogy el sem kézelni. Tudod, miért idegesít? Mert miközben mondja, hogy erkölcsi, mindjárt lesz majd erről is szó. Meg ő mondja, hogy hát nehéz téma. Tudod, mi a nehéz téma, arra nyapám? Amikor a családfenntartó meghal, mert a sajnos, tudom, hogy te kimatekozod mindjárt, hogy hát itt mennyi a valószínűség, hogy megdög lesz, de az a baj, hogy van, akit az életed nem érdekli a tematekod. Mert lesz igen, aki 20 múlva él, sokan fognak itt élni. Énük én közül is, a legtöbben élni fognak. De lesz az, aki meg nem. És tudod, aranyapám, az, és mondja, ez fejtegetés, ez az a téma, amit felkúrom magam. És, tudod, és és, az a baj, hogy lehet, hogy ott vagy két pujával, te vagy két gyerekkel, te vagy anyuka, és meghal a párod, a szerelmed, ott maradsz két gyerekkel, lehet, hogy nincs a család, csak is segítene, a akkor vigasztani fog, hogy itt a Balázs azt kiszámolt, a jó pókeres, hogy hát erre kicsi volt az első. Igen, csak neki az egyébként azt jelenti, hogy az életük tönkrement. És ebben igen, szarul hangzik, de a 60 millió forint az annyira tud segíteni, hogy a víz felszínén maradnak, és egy új életet tudnak kezdeni. És ha ezt nem értjük, akkor sajnálom, de egy sek hülye vagy. Tehát bocsánat, hogy ez a 18-as karikát, egy sek hülye vagy, egy, 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 annyira paraszt vagy, hogy hihetetlen. Mert egyszerűen, én értem azt, hogy kiszámolod meg, hogy mindjárt, mindjárt menjünk is tovább. De ez könyörgök, ez vezes már le annak, mert én, a ezek szint veled ellentétben, én találkoztam olyannal, face to face, tehát nem így hátulról, meg, meg, meg a számítógép mögül face to face, tudod, akinek a, el kell, elmondták, hogy hát meghalt apa. Két kisgyerek. Én találkoztam ilyennel. Elég sokáig sírtam én is. Nehéz. Nehéz lelkek, valóban. De nem úgy, ahogyan te gondolod. És egyetlen vigaszuk az, tudod mi volt? Hogy legalább azon nem kell gondolkodniuk, hogy holnap mi a picsából fizetik ki a számlát, a lakáshitelt, és hova fognak menni a gyerekekkel. Ennyi. Tehát ennyi a hozzáfűzni valom. És lehet itt szarrágóskodni, meg kiszámolok mindjárt valamit, de ennyi a lényeg. Ez, minden más az blabla, bla, mert nem tudod számszerűsíteni statisztikailag a valóságot. Hiába hozott, hogy hát apa halálára csak 0,6 az esély, ha te pont abban 0,6-ban vagy, akkor leszarod, hogy egyébként mindenki másnál meg nem. Értsük már meg, a biztosítás erről szól. Egy ilyen eseményre. Hogy egy 30 éves fiatal srác, se kutya, se macska, se család, semmi, 30-50 éves koráig megköti, és hát ugye arról szól a sztori, hogy ebben az időszakban esetleg eltávozik az élők sorából. Na egy kis kársás, statisztika, meg stb., illetve hát meg megtipelni. Bocsánat, se kutya, se semmi. Um, ez így nem teljesen igaz de ezt ki is bontottam, de hát nyilván megint annyira szelektív a hallása ennek a csávónak, hogy hihetetlen, mert nem akarja megérteni, mert nem hülye. Tehát én tudom, hogy nem akarja. Tehát itt, itt van egy, van egy poszorkány üldözés, és akkor a saját prekoncepcióját erőlteti rád, és nyomkodja a szádba. Elmondtam nagyon világosan. 30 évesnek, nyilván egyedülállónak, nyilván egyébként hozzáteszem, ha már van hitelem, meg hozzáteszem, hogy mondjuk nem akarja, hogy a, a, a szülei temessék el, akkor nyilván már ebbe gondolkodta. De általában nem jellemző. Viszont még egyszer, biztosít azt szereti, a fiatal vagy egészséges vagy. 30 évesen képzeld el, hogy sokkal olcsóbban tudsz kötni biztosít, de nagyságrend. Tehát, tehát értsd, amit most 200 év megkötsz, az 40 évesen, az kb. havi, vagy a havi, évi 500 lesz most mondta egy példát, hogy én nem, de mint lesz 350. Tehát, hogy isza 45-es akarsz kötni, és hogy kiderül, hogy van valami bajod, akkor már lehet nem is biztosítanak, vagy megkötik 600-ért. Nagyon durván nagy a szórás egy idő után. És gyakorlatilag ne fejezd el azt se. Mert ilyenkor, érdekes, azt nem veszük bele a valószínűség számításba, hogy jó hangunk is van. Azt se veszük bele. Nem veszük bele azt, hogy nem vagyunk szuperhősök, bármikor történhet bármi, felfedezne csak egy jó indulatú cisztát benned, a biztosítónak be kell vallani nyilván, és adok kezdve felárral fog biztosítani, vagy ki fog zárni téged nagyon sok mindenből, vagy egyáltalán nem biztosít. Tehát magyarul évről évre, persze, persze, egyre romlik az esélyed arra, hogy jó, jó áron kapjál, teljes értékű biztosítás. Ha ezt te 30 évesen megkötöd előre, nem kell 50 év, 60 évre is tudjuk, az akkor nem 200, hanem mondjuk 300 ezer ebbe a példába, csak most ez egy példa volt, tehát a példát értsük már, hogy ez egy példa, azt majd élethelyzethez kell igazítani. Le tudjuk fedni a teljes aktív éveidet, és gyakorlatilag te, hogy most egészséges, so hogy sok olcsóban kötöd meg fiatalként, mint 10 év múlva. Ha a menet közben, már van szerződésed, Derül ki bármi, nem fog kidobni a biztosító, nem zárnak ki. A másik, most 30-es egyedülálló vagy, de nem mindenki olyan, hogy elmegy a világ végére, utazik, mert őnek nem akar családot, nem tudom. Ö, sokan vannak, akik szeretnének, és akkor lesz öt év múlva gyerekkel, lesz hitel. Tehát felnőtt életet kezd el élni, bocsánat, felnőtt teljes életet kezd el élni, azért így mondom, mert nyilván sokfajta ember van, sokfajta élettel, és rohadtul tisztelnek tényleg mindenkit, és ezt nem csak úgy mondom üresen, aki ügyfelem pontosan tudja, ügyfelemnek több mint 60%-a egyedülálló egyébként. De azért nagyon sokaknál ott van az, hogy szeretnének családot, gyereket. Na már most, akkor megjön, akkor megszületik majd az igény, hogy szeretnék kockázati életbiztosítást kötni, ez még lesz 39 évesen. Igen ám, csak amit te meg tudtál volna 200-as éves díjért kötni, úgyhogy teljes értékűen, az 39 évesen, lehet, hogy elhisztál egy picit, papapoci, megmondjuk valami történt, biztos, hogy azt mondja, hát ez már nem 200 lesz aranyapám, ez már ilyen 450 ezer éven, te a következő 20 évre, 30 évre. Akkor mi van? Tehát nagyobb esetet ott kifizetem a valószínűség számítása a havi 18 ezeret mondjuk, mint a havi 45 ezeret erre a célra, csak mondom én, de lehet, rosszul számolok. Hány ismerősöd van? Mindenki ugye a saját példából indul ki, ami egyébként nem túl jó, tehát az helytelen nyilván statisztikából kell kiindulni, de tippeld meg a te saját életed, hogy te mit tippelnél egy 30 éves fiatalnak, mennyi az esélye arra, hogy 50 éves koráig itt marad köztünk? ez, e, ezek a mesterér, mesterérvek, imádom, ügyféle beszélgetek, és azt mondja, Norbi, hát eddig nem történt velem semmi, ezután sem fog, és ilyenkor mindig leszoktam forrázni, hogy igen, bazd meg. És tényleg így megmondom. Igen, baz. Meg. Szerinted én viccből szakítottam el kétszer az elmúlt hat évben Vagy de nekem ez volt a hobbim? Vagy szerinted viccből csúsznak le az emberek a lépcsőn? Ö, vagy, vagy, vagy poénból növesztenek rákot magukba, daganatot? Vagy, 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 vagy vízé, hedonista élvezetből lesz agyvérzésük? Tehát, hogy miből gondolod azt? Tehát mi az indoklás érvrendszed arra, hogyha eddig nem történt, ez se fog. Legjobb példa... Már azt mondod, vigyázol magadra. Oké. Okay akkor miért van az, hogy látszak fiatal sportos emberek halnak meg? Fiatalon. Miért van az, hogy akármennyire vigyázok az autópályán, a szélvédőre, fontosan bekapom a kavicsot, nem tudom kivéden és az a lényeg. Életben vannak kivéthetetlen dolgok. És igen, statisztikailag többen maradnak lényegesen életben, mint nem. Hiszen, hogyha többen halnának meg, mint amennyien életben maradnának, akkor nem ennyibe kerül a biztosítás, hanem 20 ennyibe. Mert a biztosító egy üzleti vállalkozás. Ő Tehát neki kell biztosítási matematikát alkalmazza, valószínűség számítással kiszámolnia, hogy mikor fog ő jól keresni, és mikor van, tehát mi, mi az a pont, amikor jól keres, de ha baj van, helytál, és ki tudja fizetni a, károsultat, és ezek a bekerülési értékek. Hát ezen kezdtem el gondolkodni, és így fejben számol, és egyébként egész jól eltaláltam a várható értéket. Különböző statisztikák vannak, stb. Igazából európai találtam, hogy a magyar azt szerintem annyira nem jó. Egyébként elég szomorú. Na, te mennyire tippelsz? Tehát mennyi az esélyed egy a hányhoz, ahhoz, hogy 30-tól 50 éves korodig, már nem te, bocsánat, nem te, hanem az általános statisztika, nyilván senki az életében nem akarok bele Szóval nagyjából, ha egy az ezerrel számolsz, akkor még mindig alul a sztorit. Ami azt jelenti, hogy egy az ezerhez az esélyed arra, hogy ezt a 60 millió forintot, tehát a második esetben, amikor megtörténik, akkor azt megkapod. A várható érték számítás az úgy néz ki, hogy akkor a 60 millió. Te nem kapod meg a 60-at, mert ha meghaltál, te nem kapod meg, a családod a szeretét kapják meg. Elosztod ezzel az ezerrel, tehát ebben az esetben a, vár, a várható értéket az 60 ezer forint. Az előző esetben kifizettél 3 millió forintot, a nulladik, tehát amikor nem történik, meg amikor megtörténik, akkor meg 60 ezer forint a várható értéke. Tehát 60 millió. És a mínuszos. Ezt egy pókeres... Op, minuszos. Öhögve dobná el a isten világgá, hogy az valami hihetetlen, de nem csak egy pókeres, hanem az élet minden területé. Bocsánat, itt nem egy szájba kurt kártyalapról van szó, hanem emberek életéről. Tehát egy kártyalapot könnyebben dobok el bazd meg, mint a családomnak az életét, de ezek szerint a te erkölcsi normáid szerint a kártyalap az egyenértékű a gyerekei életével, ha van gyereked. Apaként fel vagyok háborodva ezen amúgy. És akkor egy kicsit itt megpróbálom udvariasan a biztosítókról de Egyébként meg arra kérlek, hogyha ehhez van sokkal több közöbb, biztos tanárdolgozó, dolgozó, stb. Akkor írd meg, mert nyilván abból is tudunk. Írd meg, nyilván abból is tudunk tanulni. Lesz arról egyébként, de tanulunk belőle, mert azt kell mondani, mert ez a PC. Honnan tudom? Én is írtam úgy kokobetet, betegeltem, rohadtul nem válaszol. Persze, hogy nem válaszol. És nem az én véleményem a tuti biztos. De akkor meg ne állíts be úgy, mintha a tuti biztos lenne a véleményed. Egy éleményem, véleményem, és hát foglalkoztam azért vele, szóval nem csak így a hegytetőn kitaláltam, aztán ennyi. Egy időben, hát egyébként is volt ismerősöm, aki dolgozott biztos tulajdonképpen. Nagyon nagy matematika van. Volt ismerősöm, aki dolgozott? Igen. Nekem van ismerősöm, aki a fizika tanszéken dolgozik, akkor attól még nem vagyok fizikus, tehát azért a fekete lyukakról nem kezdek el Youtube-on magyarázni, azért mert van egy ismerősöm, aki egyébként fizikával foglalkozik. Tehát, hogy na. Szóval értsük meg, hogy biztos hogy ebből él, nem hülye. Igen, ebből él, ez egy üzleti vállalkozás. Igen. Súlyosan többszörös általában a szorzó, tehát, hogy neki ez megérje. Ami azt jelenti, hogy ha ezt így megnézed, akkor ugye a 4 millió arányítva a 60 millióhoz, amit ki kéne fizetni, ott 1 a 15 az arány. Tehát a biztosító akkor lenne nullás az elvé, tehát a várható érték akkor lenne nullás, hogyha 1 a 15 lenne annak az esélye, hogy valaki a 30-50 éves koráig meghal. Nyilván ettől van messze van a valóság. És ezért éri meg a biztosítónak, ebből gazdagodik meg természetesen itt bejönnek az ilyen családi dolgok, hogyha valami olyan nagyon kis... Ide írta a üzenetbe, vagy olyan az a videóba, hogy és fizeti ugye ebből a bérjárulékokat, irodát, céges autó, osztalék, ja, és az üzletkötő jutalékát. Na hát kapaszkodj meg, kedves Balázs, a bugyiba már megint, ha még benne vagy. Én vagyok az ügynök srác, ahogyan szóval engem illettél egy frissebb videódba. De most az van, hogy mi olyan egyedi megállapodásokat harcolunk ki a biztosítókkal például, ebben az esetben is, hogyha te magadtól beszállingózol, hogy te szeretnéd ezt a biztosítást például megkötni, akkor neked adnak mondjuk 20% kedvezményt. Mondjuk 25-öt, ha nagyon jó vagy. Ha hozzám csámpázol be, egyrészt nem kötök veled semmit, másrészt, ha mégis, akkor 40, ha kapsz 35-40% kedvezményt tőlem. A, tehát a jutalékom, az nem mert rárakódik erre a termékre, amit mondjuk elérnél amúgy is, hanem speciál, olcsóbban kapod meg általam. Én a jutalékot a biztosító saját saját nyerességéből kapom, mert hogy történik ugyanis, hogy a, a ügynök, a ügynök tevékenységében vannak marketing költségek. Tehát én megsporom az ügyfélnek, vagy a biztosítok azt, hogy tárgyon az ügyfélel felkutassa, Facebookon nyomassa, mert gyakorlatilag én olcsóbb, én jutalékom kevesebb, mint amennyibe kerülne a biztosítónak az, hogyha Facebookon marketing kampányjal akarná ugyanazt a minőségű ügyfelet megszerezni. Tehát gyakorlatilag egyébként, ha még nagyon aggódsz a biztosítónak a költségeiért, az ügynök a legolcsóbb verziója amúgy, a biztosítói ténykedésnek, és akkor úgy mondom, ha nem lenne ügynök, akkor a biztosítónak még drágább lenne a, a, költség szintje, mert drágábbak a hirdetési költségek, és nem garantált az üzletszerzés, még az ügynök, ha már, ő már garantált ügyfeleket hoz be, csak mondom. Tehát, hogy ez is a 2000-es tévhit, hogy a ügynök jót a pluszba rájövő, Nem. A biztosítónak van egy marketing költsége, hogy hogyan lesznek ügyfele, hiszen azért létezik, és ugye ez X. És akkor a, a, az X-ből lead Y-t, ez megy az ügynöknek, de ez az Y az lényegesen kevesebb, mint amennyi amúgy lenne, ha nem a ügynöknek adja, hanem a Facebooknak, meg a Googlenek adja, meg a különböző marketingeseknek adja. Egyébként vannak biztosító hirdetések, ez nagyon pontosan, ez mérve van, hogy olcsóbb, hogy az ügynök hozza, mert én vállalom a marketingköltségeket, én vállalom előszűrés, tárgyalást, a rezsit, tehát nem kell a irodába beküldeni az ügyfelet, nem kell nekem céges autót fizetnie, nem adnak osztalékot se, tehát nyugodjál meg szépen én vagyok a legolcsóbb verziója annak, hogy valakik biztosítást köthessen. Vagy kiszámolt, vagy mi ez, kiszolgáltatott helyzetbe vagy, hogy van három gyereket, két lakáshiteled, és még valamilyen veszélyes pozícióba vagy munka, stb. Meg az asszony, vagy a párod, vagy mindegy, a másik fél a háztartásban, vagy nincs is másik fél a háztartásban, elvált, vagy stb. Tehát, hogyha kiesik az a bevétel, akkor tényleg a feje tetejére áll az egész család, ja, és akkor a családból a távolabbi családot is kell nézni, mert ha ne hagyj Isten egy ilyen szomorú esemény történik a családba, akkor azért összeszedik magukat a, a, családtagok, és kisegítik egymást. És nem arról... Tényleg? Balázs, hány, 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 hány család, hány távolabbi családban van az, hogy tartósan kisegítik egymást? A tartósanat érst, adnak pénzt, hogy fizesd a hiteledet, adnak mindent, megélhetése, vegyék kenyeret magadnak gyerekeknek, vagy a párod magának gyerekeknek, stb. 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 ruhára. Amikor egyébként ma Magyarországon nyilván egy középosztálytól felfele, ő náluk ez legit lehet, bár ott is nagyon meglepődnék, ha ez általános lenne. Mindenki sajnálkozik, de valódi segítséget kevesen nyújtanak. Viszont ma Magyarországon a lakosságának 80 ebben 80%-ának nincsen olyan családi háttere, hogy akár csak 10 ezer forintot kapjon egy éven keresztül minden hónapban. 10 ezeret. Tehát ez, hogy összeszedik, persze, összeszedik addig, hogy a gyerekeket ne kell árvaházba adni, és ne menjen a család a híd alá, de új életet ebből a segítségből nem biztos, hogy fognak tudni. De nem akarok ijeszgetni, mert van arra is példa, hogy igen, viszont mi van akkor, ha, ha nem tudnak? Ez akkor derül, amikor már bekövetkezett a baj, és az a baj, hogy akkor meg már késő van szó, hogyha ilyen esemény történik, akkor, ú, akkor elúszik a ház. Ki lehet egyezni a, a, bankkal, meg hát az nem vész el az a pénzt, tehát lehet, hogy ki kell költözni abból a házból, ami nyilván egy, még egy szomorú esemény, és senkinek nincs el szüksége, miután egy ilyen szomorú senkinek nincsen rá szüksége. Ha gyerekek vannak, és meghal apa vagy anya, nagyon fontos az, hogy a lehető legkevesebb változás legyen az életükben. Na már most, ha te itt fogod magad, és kiköltözteted a gyerekeidet a, 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 a megszokott környezetükből, azzal még nagyobb kárt okozol egyébként. Lehet egyezkedni a bankkal? Ö, lehet, csak azért a végtelenségig nem. Ö, tehát, hogy ez sem állja meg a helyét. Ha mondjuk 80 ban volt hitelez ez az ingatlan, de akár csak 60%-ba, jó, eladod, tehát van egy 60 milliós ingatlanod, kapsz belőle mondjuk 25 millió forintot, de egyébként hozzáteszem balás, hogy ö, akkor már magyar jog, ö, nem tud eladni azt az ingatlant, mert hogy apájé meg anyájé volt, apa meghalt. Ö, hát kezdődik egy hagyaték eljárás, az nagyon-nagyon-nagyon sok hónap, na most az a baj, hogy a törlesztőt fizetni kell addig is itt jön az, hogy vagy kiegyezünk a bankkal, vagy nem, de biztos, hogy valamennyit be kell fizetni, anya nem tud, anya összomlott lelkileg, anyagilag is, mert mondjuk ő a gyerekeket otthon, mert két kicsi van, na most mi a fasz van? Tehát most mi van? Ü, mire a hagyatéki megjön, ne adj Isten, még a csátban van valaki, aki még ott tizé, még, még elkezd pattogni, húzódik a hagyatéki, ne adj Isten, mondjuk a közjegyző egy barom, és akkor az is elcsesz, amit én többiet láttam, és így hónapok folynak el a semmivel. Köze nekik kéne fizetni. Nem tudják eladni, nem tudnak elmenni, nem tudják lezárni ezt a dolgot. Egyébként a kockázat életbiztosítás kedvezményezettel megad a hagyaték a hagyatéki eljáráson kívül hozzáférhető, csak mondom, zárójelesen, tehát ezzel megoldódható ez a, megoldható ez a probléma, ha felelősségtes felnőtt ember vagy. Na most eladod a lakás, 60 millióból mondjuk 25 millió kijön, de mondjuk kifizetted a hagyatéki eljárás, kifizetted a temetést, mert hát, hogy apa nem hagyott, nulla font megtakarítás volt, ez a jellemző magyar családoknál, meg még akkor ott a felhalmozódott tartozások, és akkor ennek a családnak hidd el nekem, hogy maradni fog a 25-ből nagyjából 15-18 millió, jó esetben. 15-18 millió fontból, hogyan költözöl tovább, hát sehogy. Anya nem hitelképes. Anya nem kap hitelt, egyedül nem is venne fel nagy eséllyel egyébként nagy hitelt. 15-18-ban nem vesz lakás. Mi történik? Hát mennek albérletbe. Albérletbe bizonytal környezetet teremt amúgy is zilált család magának. A pénzt elkezdik felélni. És akkor gyakorlatilag előbb, utóbb eljutunk arra a pontra, a nagy eséllyel, ez az átlag, ez a jellemző, hogy eltűnt ez a fajta örökség is, és akkor ott vannak, hogy akkor stb. Saját, -e saját lakás albérlet, és akkor anya a, úgy neveli a két gyereket, hogy egyébként ő próbál gürizni 3-400 ezerért, de csak az albérlet havi 150 ezer, meg 200 ezer, plusz a rezsi, plusz a gyerekeknek a költsége. Hallod magadat? Tehát hallod, amit mondasz? ...megtörtént, de valójában annak a háznak az értéke megmaradt, tehát ha el, el, is kell adni, akkor a már befizetett pénzek, stb. megmaradnak. Nem marad meg, nem marad meg, előbb elmondtam miért. Szóval ez nem tűnik el. Na, úgyhogy a biztos ebből él, és a kaszkó kötelező is ugyanúgy néz ki. Tehát én nem szeretek biztosítást kötni az autómra, életemben nem törtem még össze, és ha egyszer össze fogom törni, már egyébként életemben szerintem többet kifizettem, mint egy konkrét autónak az ára. Nézd meg, hogy mennyibe kerül a kaszkód, Hát ilyen 2-3-6 az autó értékének. Most van annyi esély, hogy össze fogod törni, és úgy össze fogod törni, hogy az totál káros, stb. stb. Van esély, nem kötelező kötni. Tehát ez nagyon fontos. Nem kötelező semmit se kötni. Te úgy ítéled meg, hogy neked nincs erre szükség, semmi gond. De az, hogy már ö, most már nem tudom, hogy videó óta és majd ezt nem egy csináltál kettő videót erről, gyakorlatilag tudatosan próbálsz lebeszélni mindenkit arról, hogy ő ebbe gondolkodjon, na az a felháborító, ez a olyan kárt okozol családoknak, akik erre figyelnek, fogékonyak, és lehet, hogy ő kötött volna, és lehet, hogy pont ő lesz az a 2 ba eső, akinek történik, hogy az hihetetlen. de ez az, amikor valaki, jön egy youtuber arc, meg egy uh, fire arc, nulla felelősséggel, nulla erkölcsi felelősséggel, belebefogva, mint a világban, mert hogy ő így él, világnézetét bedobja, csak az a, hogy erre fogékony emberek mondjuk, akkor ez alapján kezdenek el gondolkodni, és a nap végén megvan a baj, és nem vagy számon kérhető, de egyébként az igazság kitérdek, hogy számon le, -e? ne legyél az tök jó, kész most, csak lehet, hogy emiatt családoknak az élete totál elszaródhat, nem, pont, nem te okozod a bajt, de de a gondolatok, amiket a felelősség te, felelő, te felelősség nélküli dobálsz, ráadásul ezek rossz gond, rossz logikai alapon, tehát a pókerrel összehasonlított forszítás számítással, azzal azzal nem, 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 értem, nem értek, nem értem. A kaszkó meg olyan, hogy hát vár, soha nem történt, nem tudom, akkor én szarul vezetek, mi állandóan bekapom a, a, kavicsot az autópályán. Csak akkor mondd el kérlek a következő videóban, mit engem fikázol, hogy hogyan lehet jól vezetni autópályán, hogy ne kapd el mondjuk a felpattanó kavicsot, ami megrepeszti a szélvédőt, például most veszek egy Teslát, következő héten megyek, kellett kaszkót kötni, most várom az ajánlatot, egyébként hozzáteszem, hogy tökéletes, mert amiket kaptam eddig az ilyen 60-80 ezer mint havonta, de, mint kiderült, van kontaktom. Igen, a csúnya ügynök tud ilyet is kötni, mint kiderült. Hogy most ott tartunk, hogy már havi 40értől kötnének velem kaszkót, a Tesla-ra, mert hogy rólad neked kedvezén tudok beletenni. De még várok egy ajánlatra, lehet, hogy ennél is kevesebb lesz. Tehát, ha van nagy ajánlatod, drága kaszkóval, írjál e-mailt alul. Igen, ez a reklámhelye, mert mert by the way, uh, neked. tudunk bele patintani, én is meglepődtem, csak ezt azért mondom, én is ebben a helyzetben voltam most. De nem kötelező, mondhatod azt, hogy mi ez? Egy tesla mondjuk, hogy a szélvédőt kell cserélni, az 2-3-4 millió forint. Eldöntött, hogy neked kell, nem kell. Ennyi. Tehát most, most ettől nem a biztosító a hülye szerintem, vagy bárki, a, nem a ügynök a hülye. De el kell dönteni, kell, nem kell, vállalod a felséget, vagy nem. De mondjuk külön vicc a következő videóban, hogy meg egy 140 es fogászaton rinyálsz, hogy hogy miért nem fizetett a biztosító, de kell azt is csinálok videót, nem érdekel. És ebből él a biztosító. De egyébként, ha szeretsz nyugodtan aludni, akkor én nem vagyok ellene. Nekem is van kaszkóm, nekem... Nem vagyok ellened, akkor mi a lópicsáról beszélsz konkrétan? Már megint negyed óráj. De miről beszélsz, hogyha te nem vagy ellene? Hát akkor milyen az, ha ellene lennél valaminek? Idézősen sajnos van kaszkóm, nekem így jobban kijön a matek, hogy meg tudom menni hitelre kevesebb a hitel költsége, mint amit én keresek a tőzsdén. Ennek van egy hátránya, hogy kénytelen vagyok rekaszkót kötni, mert ugye úgy vállalják be a, a, hitel. Mondjuk ezen sokat gondolkodtam, bocsánat, csak ez zárójel, egy kicsit személyeskedhetek, hogyha Balázs azt mondja, hogy ő fájörő, tényleg százalékos nyugdíjas, tehát nincs bevétele, akkor hogyan kapott tesla a hitelt? Ezt valaki tudja? Hogy, ha már egy ennyire egy publikba megyünk meg, sértegetjük egymást, hogy akkor hogyan kaptál te egy Tesla-ra leasinget, hogyha nincs jövedelmed? Ez még tökre kíváncsi vagyok szakmailag, mert én úgy tudom, hogy hogyha a cégre is veszed, akkor kellene egy cégnek, ami termelő cég, tehát hogy nincs, hogy nullás, hanem mert bírálat van. Én egy, egy közepes méretű vállalkozásomra is izgultam, hogy kapok e hitet. Nyilván tudtam, hogy megkapom meg. Nem mindegy, de, de, de hát azért kell valamit felmutatni. Akkor mégis van bevétel? Hogy van ez? ezt én értem, de nekem ez egy negatív dolog, persze kapok érte valami szolgáltatást, de őszintén szóval, és akkor itt megint a kisbetűkét is kicsit, kicsit felnagyítom, a biztos nem fog fizetni. Ha az autó vezetésed van, akkor azért nem fog fizetni, mert, mert nem téli gumit volt, mert nem figyeltél oda a környezetre, mert nem tudom hogy vezettél. És hogyha visszatérve az eredeti példára a haláleset van, akkor nem fog fizetni, mert nem tudom mi, úgy adódott, meg figyelmetlen volt, meg mit tenni. a csomó esetben kibújnak a kisbetűvel a, a, szolgáltatás alól. Vagy ha ezen a 20 éves tartamon kiderül, hogy mégiscsak valami elég erős betegség lett, vagy ilyesmi, majd valahogy kibújnak alóla. Úgy bújnak ki alóla, hogyha ez a kiderül, hogy volt egy erős betegsége, van egy olyan pont a kötés során, hogy a családjában volt-e már valami. Ugye vannak örökletes, degeneratív betegségek. Ha te azt letagadod, hogy amúgy egy nagyon, nagyon kemény betegsége volt mondjuk a apukádnak, ami egyébként kifejezete örökletes, akkor persze, hogy kibújj, mert gyakorlatilag kijönt rajtad az, ami amúgy várhatóan kijött volna. És a biztosító ezt árazza ezzel, tehát hogyha te elmondod a valóságot általában, ott azért nehéz kibúni. És igen, tehát hogy igen, kizárnak biztosít. -e. Igen, van ilyen pont, hogy kizárás, azt csak el kell olvasni. Öngyilkos leszel, igen, arra az úgy azt mondja, biztosít, hát figyelj, most a te hülyeségedet én nem akarom fizetni. Tehát, hogy minden, amilyen ilyen direkt, szándékosan elkövetett dolog, igen, az kizárja. Viszmajor háború van, jönnek az oroszok, igen, kizárja. tehát azért, igen, ez üzleti vállalkozás, tehát, hogy igen, a visszaéléseket zárja ki alapvetően de ez egy rossz májú feltételezés, de a kisbetűkkel sajnos már nekem is, illetve a környezetemben már meggyűlt a harag. Volt kaszkós autó, amit nem fizettek ki azért, mert télen nem volt téli az autón, miközben 20 fok volt novemberben, tehát semmi köze nem volt ahhoz, hogy az a baleset is akkor történt meg. Semmi baleset nem volt, Balázs be egy szó. 20 fok volt. Hát, hát biztosító semmi. A biztosító, tehát hogyha nem barlangba élsz, ekkora betű, írja ki mindig, meg is kérdezi a kötés során, hogy a idője, tehát a évszaknak megfelelő gumit használsz? Tehát ez, 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 a kérdés nem viccből van. Tehát nyilvánvalóan a biztosító elvárja azt, hogy mindent megtegyél annak érdekébe, hogy ne keletkezzen balesetet. Tehát ha te télen tehát benne van a nevébe a gyengébbek kedvéért. Télen, téli gumival mész, nagyisten, négy évszakossal, de a négy évszakban ott van, vivád jóta tudjuk a tél is, akkor nem zár ki emiatt. Ha te télen, nyári gumival mész, benne van a nevébe, hogy a nyári az nem téli, akkor kizár. Már a biztosító azt mondja, nem használtál időjárásnak megfelelő gumit. A másik, ha már nagyon belemegyünk, de édes Istenem, miért erről beszélnem? 20 fok volt. Szerint. Szerinted 20 fok volt? Öm, most könyörgök. Mi, mi alapján mondod ezt? Az autódnak a hőmérséklete, vagy az időkép alapján? Öm, te megnézted, hogy egyébként az aszfalt hány fokos volt? Hogy a télen, a télen azért este hidegebb van, azt tudjuk. Legepse, én, én így nőttem fel, meg ez volt. Lényegesen hidegebb tud lenni. Még akkor is, ha nappal van egy erősebb felmelegedés, este még akkor is bemenjünk mínusz alá lehet, hogy 20 fokban történt a baleset, csak az aszfalt baromira nem melegedett fel, és az aszfalt egyszerűen hideg volt, csúszós, a gumi páratartalom, el nem hiszed, annyi mindent vizsgál a biztosító, én sem tudom teljesen, tehát tényleg rengeteg igazságügyi szakértők konkrétan vizsgálnak mindent, és nyilván ennek egy alapfeltétele, hogy ne nyári gumival menjél, mert ezeknek a körülményeknek az összessége azt okozza, hogy nyári guminál, nagyobb lesz a fékutad, és nagyobb es a balesetre. Tehát ezért, tehát ezt, ezen felháborítani, ez nem a köcsögbiztosító, hanem bocsánat, de, de a gyengébb képességű ügyfeleknek a hibája. Tehát, hogy, hogy az, hogy tehát ez még nem, 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 is kisbetű, ez nem is el van rejtve valahol, hanem ez konkrétan kérdés a kötésnél, konkrétan ezt elmondják mindig mindenhol, hogy évszaknak megfelelően, annélkül ne is kössél inkább semmit. Tehát, hogy, hogy hogy én értem, és igen, van, amikor a, van, amikor a biztosító ki akar bújni, <coughs> van, amikor bizonyítani kell az eljárást, futni kell a köröket, igen, van. Van, hogy nem kapod meg a jogos pénzedet, van. De amikor onnan indítjuk a támadást, hogy valójában egyébként te nem teljesíted a által a egy szerződésben vállalt feltételeket, akkor azért azon meglepődni, hogy akkor biztosít, és azt mondja, hogy akkor nem, az, 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 az gáz. Hogyan? De mivel nem volt mi az autó, mondom, november, de 20 fok volt, ezért nem fizetett a biztosítás. Cserkézbe szó. Szóval a kisbetűk nagyon ott vannak. Na, de térjünk vissza a matematikára. Szóval ott tartottunk matematikai alapon, hogyha te 4 millió forintot befizetsz, és nagyjából egy az ezer az esélye ahhoz, hogy megtörténik ez az esemény, akkor neked egy ilyen eseménynek tételekor felszorozva ezerrel bizony 4 milliárd forintot kéne kapnod. És ahelyett kapsz 60 millió. Ezt miből számoltak jön? Matematikus? Tehát akkor azt először meghallottam, hogy valami 5 percig vinnyogtam a röhögéstől. Tehát ki lehet számolva, hogy neked milliárdokat kéne kaptod. Édes Istenem. Húha. Szóval ez egy nagyon rossz biztosítás kötés, mármint hogy matematikailag. És akkor, hogyha ezt így megint fölpaprikáztam maga mezem, na mindegy. Jaj, hát, ott van egy kicsit kilátszik a szobor, de akkor térjünk vissza arra, hogy én mit javaslok. hát, mit is javasolhatnék? Adok rá 5 másodpercet, szerinted mit fog javasolni? Igen, eltaláltad, azt az éves 2000 200 forintot, szépen fektesd be a tőzsdére, TBS számla, S&P 500, és mennyit lesz 20 év múlva, nem Na minden, mennyi? hogy meg ha megtörténik, meg ha izé, persze nyilván nem tudom a hozamokat, meg stb. Tehát azért ebbe is van egy enyhe zárójeles ha, meg esetleg. De azért 20 év távlatából én bemerném írni a 10%-os hozamot dollárban. Ő 10% hozamot beírja dollárban. Innentől kezdve az a kérdés, mennyire hiteles az, amit mond befektetői szemmel. És most nyilván, nyilván itt Tudom, hülyezve leszek, mert simán el lehet érni, én szinten meg nem simán. Mert akkor mindenki kibaszott gazdag lenne. De nem az. Tehát a befektetők jelentős része mínuszos a tőzsdén középtávon, nem pluszos. Miért vita ez még mindig? Tehát ha ezeket szépen beteszed egy kis táblába, vagy egy online számolóba, mindegy, akkor ebből a 4 millió. Betette a kamatos, a kamatos táblába. Lesz. Bocsánat, gyorsan, kamatos kamat, nem kamatos kamat, kamatos kamat az, hogy befektetsz, kapsz rá mondjuk egy osztalékot vagy egy kamatot, az kijön, és abból te újabb részint veszed, tehát növeled a részint darabszámodat. Az, hogy te befektetsz, ben hagyod, mondjuk 5 évig, és 5 év múlva egy adott árfolyamon eladod, az nem kamatos kamat, az meg, az növekmény, mert nem növekedett a részvény darabszámod. Én persze, hogy elmegy ilyen végteménységű összegbe, ha te folyamatosan kamatos kamattal kalkulálsz, zárójelbe bezárva. 10%-os hozammal. És akkor ez forintba, tehát dollárba sokkal több lesz, meg stb. De most tényleg az egyszerűség kérdése maradjunk csak a mateknál, tehát hogy nem számolunk itt se, ott se inflációval, stb. Tehát egyszerűsítve van. Tehát az egyik esetben a várható értéket 60 ezer forint, tehát más esetben meg 13 milliót kapsz. És azt meg biztosan meg. Megkap... Milyen 60 ezer forint? Már másodjára mondja ezt a 60 ezret. Ezt nem értem. És ráadásul itt jön be, hogyha ezt tovább folytatod, már mint hogy csak 20 évig fizeted, ugye, ahogy az eredeti példában van, de utána nem nyúlsz hozzá, hanem tovább hagyod futni a befektetéseidet, akkor a kamatos kamat miatt 60-70 évesen, amikor nyugdíjas leszel, akkor ebből simán 50-100 millió forintok meg lehetnek. Tehát itt azért mennyi a száját minden biztosítási ügynök, aki megtakarítással ment házalni az elmúlt 30 évben. Igen, pontosan így, szoktak érvelni mindenki, akit a Balázsa úgy fikáz. Ha beteszed 20-30 évre, á, kap kabalt, a kaptos kabat, a félked lesz 100 milliót. Egy kérdésem van, igen, ám csak holnap, le, elbaszott a villamos, akkor mi történik? Hol lesz a 100 milliód ember? Tehát a biztosítás az nem befektetés, értsük már meg. Tehát nagyon mesteri terv, és múltkor, a, a, csátom szavazás, majd arról lesz külön videó, az arra jött már, de tényleg, hogy a, a Ádám egyik csoportta csoporta kiszámolta, hogy hát, félretesz ezt a kétszázat, gondolom, akkor innen jött ez a fasság, de én értem, de hogyha holnap meghalsz, akkor nem tudsz félretedni, akkor, akkor, annyit van, hogy van 20 ezer forintod a számlán, amiből a családnak a, ki kéne fizetni a hitelt, a, a, új életet, meg egyébként a tevetést, meg még aznapi vacsit zsíros deszkát sem, sem ártad. Tehát, hogy Másról beszélünk, De más mozit nézünk és éppen ezért mondom én ezt mindenkinek, hogy minél előbb kezdj el, akár kis összegekkel, nézd meg, hát ez havi 17 ezer forint, ugye ugyan az éves 200. Havi 17 ezer forint, a biztosítási ügynöket hallanak. 30 év távlatából, azért az elég sok idő, de simán összejön az 50-100 millió forint. Tehát ezeket ne biztosításra költs, főleg 30 évesen, egészségesen, nincs lakásod, nincs gyereked. Ne egészségesen, ne fiatalon, lehetőleg biztosítást idősen, és betegen kössél, mert az a mesteri érv. Akkor a tanács. Igaz, hatszor annyi lesz, ha egyáltalán kötnek veled, de hát kit érdekelnek ezek a részletkérdések? Már bocs, bocs, hát, ja, ezt nem tudom megfogalmazni udvariasan, de neked nincs kockázat az életedben. Bocsánat, csak uh, <laughs> folytatom a videót, nem nem vágás történt, csak uh, leállt a kamerám, de megyünk is. Erre biztos test kötné ebből megint csak a szerzés. A jutalék! Szerintem. A de csúnya jutalék! De, ha te abban a százban tartozol, vagy egy százban tartozol, vagy mindegy, ír nekem egy olyan élethelyzetet, amikor te úgy érzed, hogy neked a feltétlenül szükséged. Majdnem, hogy csak ilyen élethelyzetek vannak. Nyilvánvalóan, ha te az a csávó vagy, akinek se kutyája, se macskája nincsen, rohatul nincs semmit, csak csitrilliárdos vagy, és a világot járod, neked nincs erre szükséged való. Bár egyiket, egy egészségbiztosítás lehet, hogy beficel, vagy egy jó biztosítás, nem olyan, kötögetsz magadnak, aztán nem érted, hogy na ez a következő videó témája. Uh, de ja, de azért úgy általában az nagyon sok embernek. De itt megint a stratégiai gondolkodásmód kerül előtérbe szerintem, hogy nem a mának kötöd, és hogy itt akkor át kell gondolni azt, hogy ma olcsóban kötsz, meg kötnek is veled egyáltalán. Tehát ilyen strat, tehát ezért vagy évják vagyonépítési stratégiának, amikről általában szoktam beszélni, Onnak van egy, egy offenzív része, meg egy defenzív része, ez a defenzív része tartozik, hiszen stabil védőháló nélkül azért én azt gondolom, hogy átlagos ember vagyont építeni, meg életet azért sokkal neccesebben tud. Ez nem a jutalékról szólt sosem. Már csak azért sem, mert én mielőtt bevezettem a termékpalettába kocka életet, a, a, a tartalmasat, én azelőtt is volt sikeres voltam, nyilván az ország egyik legsikeresebb hitelközvetítője hitel vagyok. Egyébként objektív számok alapján semmi szükség nem volt el termékre. Csak utána átnéztem kötöttünk rohadt jó dilleket ezekkel a nagy kedvezményekkel, és így, így, láttam, hogy erre hatalmas szüksége van nagyon sok embernek. Ez, ez nem arról szól, hogy jaj, ütelék, de viszont örülök, hogy ezek kapok pénzt, máskor nem foglalkoznék ezzel. Tehát ez ilyen egyszerű, hogy, hogy mint senki nem foglalkozik azért tartósan valami, valamiért nem kap pénzt. Elfogadom egyébként. Tehát ha valaki, mondom, valami nagyon kifacsart élethelyzetet mond, vagy kifacsart élethelyzet. El se tudja képzelni az ember, hogy egyébként, amibe ő gondolkozik, az a kifacsart élethelyzet, az ő élete magában kifacsart élethelyzet, és nem ez az átlagos, nem ez a jellemző. Miért nem? Nem csak így szeret, és nyugodtan alszik, akkor elfogadom. De matematikailag ez egy nagyon rossz befektetés. Tehát ezt így, bocsánat, de uram, bocsá, ezt a Corvinuson, ezt így felvezetted volna ezt az érvelést, egy pénzügy szakon, hogy szerinted azért rossz befektetés az életbiztosítás, mert a pókerbe használt valószínűség számítás alapján, mat, statisztikai alapon egyszerűen nagyon nagy bukó, valószínűleg egy, egy arra alkalmas tanár az úgy vág fejbe a naplóval, mint állat Budapest körüli pályára állít, és ott kerings még húsz évig. Mert ennyire nagy hülyességet még életemben nem hallottam. Tehát ez akkora fasság, mint hogyha a Moldován Andrásnak azt mondanád, hogy egyébként a, a disznóit azt ne azzal a tápszerrel etesse, amivel eteti, mert a biotechnek éppen van egy nagyon jó fehérje pora, ami hatalmas izomnövelő. Igen, kondizás, tehát sport felnőtt férfi meg nő kondizó sportoló emberek nem disznóknak. mert bocsánat, most egy ilyen példa volt a disznó, de hogy, hogy, értjük, hogy annyira másról beszélünk. Tehát egy kártyánál én értem, tárgyaknál értem, de de, 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 de személy szeknél nem, nem így működik. Nem. Hogyha, ha csak így simán a matek részét nézzük. Matek. már a sziklák is lassan leszorolok, És akkor mondom, jön ez a családi része, bár már belementem, de hát ezek meg nem nagyon érzékeny húrokat tengetnek, de... Ne is beszéljünk róla, ah, tegyünk úgy, mint hogyha nincsen. Na ezért mondom, ezt, ez egy gyáva mentalitás, mert lebeszélek róla, de, de az érzékeny részében nem megyek bele. Javaslom, beszélj anokkal aki nem hisz ebbe, beszéltek anokkal, akikkel megtörtént, aki véletlenül nem olvasta ezt a statisztikát, amit itt most le lett nekünk vezetve, és a rövidebb húrt húzta meg, hogy ők mit szólnak ehhez. Csak hát persze az már kényelmetlen. Ott már ott, már, ott, ott vannak valódi, nem csak bemondom, hogy jaj, érzések, meg erkös, hanem ott már valódi érzések vannak, és ott már lehet, hogy át kell értékelni azt, amit gondolunk a világról. Hát ha nálunk történjen a családban... Um akkor nem a pénz fog segíteni. Szóval. De, 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 a pénz fog segíteni, de hogy a picsába ne? A pénz fog segíteni, hogyha meghalt a párom, a gyermekeim apja vagy anyja, akkor legalább ne a pénzzel kelljen foglalkozni, ne azzal kelljen foglalkozni, hogy holnap mit adok a gyereknek enni. Hogy ne azzal kelljen foglalkozni, hogy miből fizettem a lakást, mert a végrehajtó elviszi a lak fejem fölül a lakást hanem legalább egy pár hónapra kapok egy szusszanyásnyi időt, hogy átgondoljam, hogy feldolgozzam a traumát, és tudjak létezni. És ez még az az eset, amikor egészséges a család. És mi van akkor, ha úgy hal meg apa, hogy egyébként a egyik gyerek az mondjuk tartósan beteg gondozásra szorul, és a TB nem támogatja, akkor mi a pikulából fogom én ott fenntartani? Tehát ne! ne legyünk mennyire elszentek, hogy nem a pénzem, de, 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 a pénz nagyon fontos alapja ennek az egész folyamatnak, mert nem gyással fizetsz a boltba és a bankba. Gondold el, és el is térek tőlünk, mert én sem akarok ezzel szórakozni. Nem akarok ezzel szórakozni. Az a legkényelmesebb, lebeszélek téged, elmondom ez mennyire szar, téged át akar a köcsögügynök, baszni, aztán a már a valódi érzelmi rész, nem akarok beszélni, az már kényelmetlen. De úgy általában beszélni valakiről. Hogyha megtörténik egy ilyen dolog, akkor a házastárs kap egy csomó pénzt, és utána milyen érzés lesz neki abból venni egy lakást, vagy abból megélni. Szóval, hogy ez még lelkileg se jön össze. Nem jön össze, de jobb érzés lesz neki tovább léteznie, mert az emberben van olyan, hogy, hogy túlélő ösztön jobb lesz létezni. Még milyen érzés lenne, ha a házastársnak nem kap pénzt, de ugyanúgy megvan ez a lelki ö, vívódás, csak megy a híd alá. Ah, az milyen érzés? Um. Hmm. Na, mindegy, nem akarok belemenni. Szerintem... A... Nem menjél bele, mert, 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 mert ahhoz gerinc kéne. Sem értem egy ilyet kötni, szerintem én ezt kifejtettem. Amit lehet... Nem akarok lebeszélni, mondta Balázs, de azért sem értem ilyet kötni egymás, ez egymás, tehát egymás gondolat, tehát a gondolatait cáfolja meg. Én tűzsdére tennék hosszú távú befektetésként. Sokkal nagyobb lesz a hozama, mint bármiféle ilyesmi biztos. Garantálod, ember? Írd már le nekem ezt, légy szíves, de legyél perelhető, hogyha nem. Hozok neked ezer ügyfelet. Aki akkor így a te iránytársadás alapja, hogy te garantált, magasabb lesz a hozama. Már nem tudom minek, mert a életbiztosításnak nincs hozama tehát biztos almát a körtével, de mindegy, Ö, ha te garantálod, hogy mindenki maga befektette, nem is te mondod mert mindenki, amit gondol, mert hát ugye erről van szó, és a végén plusz lesz, és te felségre vagy vonható, akkor csináljuk. De valószínűleg nem, mert a legtöbben negatívan állnak már középtávon is, jába állítjuk be úgy, hogy Na, hosszúra sikerült, szóval remélem azért tanulságos, tehát várható értéket számolj, ha lehet, akkor az élet minden területén. Tehát ugyanígy albérlet, lakásvásárlás, nem befektetett tőke versus befektetett tőke, a visszatérve az előző lakás takarék akármilyen kasszához, hogy miről mondasz le, annak mennyi lesz, ha abba teszed, mennyi a várható értéket, ugye azt konkrétan ki lehet számolni, illetve ha máshova teszed, mennyi a várható értéket konkrétan ki lehet számolni. Nyilván ilyenkor nehéz ugye a valószínűséggel számolni, mert például ugye ennél a 20 éves, most megint nem tudok másképp fogalmazni, de csúnya eseménynek a valószínűségét nem tudod. Tehát ezeknek utána kell nézni. De azért egyrészt... Hol nézel utána, hogy mennyi az esély, hogy én meghalok? Ezt mondd már el. Erre kurva kíváncsi. Szarvas hát milyen, milyen, esélye hal meg? Ez hol? Szent Péternél kell bekopognom? Egy jó érzésed, hogy hát azért 30-50 év alatt, tehát a 30 évesek azok biztos, hogy tehát ott csak baleset meg ilyesmi lehet. Biztos? Tényleg? Biztos, hogy csak baleset miatt hallhatsz meg. Bázánk, Vagy nem szóltak azoknak a 30-40 éveseknek, akik meghaltak nem balesetből, hanem egészségügyiből. Miért nem szóltak nekik? Akkor lehet, hogy élnének. Nagyon ritka, hogy ott valaki olyan komoly betegséggel szembesül, hogy, hogy, ennek hogy nem, hogy is fogalmazok, hogy nincs tovább. És egyébként itt jön be a másik része, amiről nem volt szó a videóban, de ha van benne ö, hosszantartó krónikus betegséggel kapcsolatosan, nagyon ma kritikus betegségek, és szó, akkor az egy kicsit tudna javítani a dolgokat, mert szerintem, bár hát mind a kettő szart, tehát nem akarok most szintet húzni, de majd... De mit javít egy halál a kritikus betegség? Semmit, nem meghaltál. Nem vagy már kritikusan beteg. Mondtam, hogy szerintem a halálnál rosszabb, a hosszantartó, tartós betegség, mert egyrészt annak az életnek nem sok értelme van, már bocsánat, nyilván a szenvedés fokától függ, másrészt meg a családot is, az megterheli, tehát, hogyha valakit ápolni kell, és stb. stb., stb. és az nem csak lelkileg terheli, meg van a magyarilag is. Tehát, ha valami biztosítás, akkor én ilyenre kötnék, már bocsánat, de egy halásetnél 60 millióval, és mire nem mész, vagy ahhoz, Na ah, mindegy, szerintem elmondtam ezzel kapcsolatban a véleményemet, de mondom írd meg, hogy te mit gond. Jó, mindjárt lemerülök. Tehát semmire nem mész 60 millióval akkor, hogyha meghalt a párod. egy apja, anyja. Az a baj. És engem ez, ez dühít, hogy itt a személyeskedésnek egy hihetetlen... Mondom, itt még te nem látod, majd a katkezőtokban lesz, hogy, hogy így gyakorlatilag engem Gringel a csávó. De most már videók óta az én témáimat lopja. Té már videók óta még a szavazásomat is kitett a csoportjába, csak átrakva, hogy Hall! na mindegy, videókóta. óta. Uh, és, 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 gyakorlatilag, hogyha most itt tényleg az lenne, nem is, nem is érdekelne, hogy ott, hogy, hogy, hogy szarab biztosító nem fizet, de hogy itt már olyan húrokat pengetünk, ami olyan szinten elrugaszkodik a valóságtól. Annyira nem értelmezhető gondolatok ezek. Uh, ez egy nulla, Tehát ez... Tehát ez... Én remélem, hogy ennél felnőttebbek vagytok, és nem azért, ne velem, nem érdekel, majd nem érsz, nem kell. De, 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 de ilyen hülyeségeket ne böfögjünk már fel magunkból, könyörgöm, hogy majd a, a, a számítás, meg mit tudom, meg hogy a, a 60 millió az nem segítség. I ilyeket ne, könyörgöm. Tényleg nem. Na, mindegy, ez volt a videó, egy kicsit nem nem is dobom hogy gyere a csoportba, ne gyere, áh, nem tudom, <coughs> kicsit ugye elmegy a kedveme mindentől, mert amennyi értéket vissza iga, é, teremtettem az elmúlt évekbe, úgyhogy nulla forintot kerestem belőle konkrétan, az alapjára egebben degradálni, így az személyesen sértő. Az, hogy a, ezeket a tippeket, egy ártatlan videót elmúlt két évben, amit ilyen hülye érvekkel, megtámadni felháborító, tehát felháborító, tehát még a legjobb érvek talán lakástakaréknál voltak, az már szinte az ideológiai kérdés, de hát a többi, a többi, tehát nem értem, nem, tényleg, nem értem, szóval nem tetszik, és, 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 és nem, ez, ez, nem szimpatikus, tehát egyáltalán nem is szimpatikus az egész, na mindegy, szép napot kívánok, szevasztok!